Nincs les, mehez Tanisavljevic, megint eldöntheti a mérkőzést, Tanisavljevic elhúzza a kapus mellett, és most már bent van. 3-1 az Újpestnek. Filip Tanisavljevic kijavítja a hibáját. És itt már Balog is tehetetlen volt. Jól láthatjuk majd a lassítás során, hogy Tanisavljevic nem volt lesen, mert hogy itt a jobb oldalon beragadt az egyik nyíregyházi védő. Ez nagy hiba. Törtei volt az, hogy a nyíregyházi bal oldalon egészen pontosan ott ragadt be. Tanisavljevic itt már jó megoldást választ. Nem bízza a véletlenre, nem rúgja el a kapus mellett, hanem inkább elhúzza.